Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatjuk a KDE-vel kapcsolatos dolgokat. A plazmoidokkal fogunk foglalkozni. Hát elég fura neve van, de gyakorlatilag ezek asztalra helyezhető kis programocskák, kis kütyük, kis egyéb olyan dolgok, ami kiegészítik a felületünket. Azaz az asztalra, illetve a panelra elhelyezkedő kis programok, felületi elemek, itt találod meg majd a rendszerben, hogy felületi elemek, ezek nem lebegő ablakok, tehát nem egy program, ami lebeg, nem egy program, ami ablakba jelenik meg, hanem az asztalra, illetve a panelra van rögzítve. Itt különböző információkat, lehetőségeket fog neked adni, rengetegféle van, hasznosak is lehetnek, és az a kellemes dolog benne, hogyha szabványplazmoidot, asztali eszközt fogsz használni, a kinézetük is belesimul a felületbe. Azaz úgy néz ki, ahogy a téma adja. Nem kell ezzel külön beállításokat csinálni, és nem kell semmi egyebet hozzátenni, nem kell beállogatni kinézetügyileg, hanem csak a működését kell beállítani. Sokféle van, sokféle témában érdemes átnézni. Lehet, hogy a felét hülyeségnek tartod, de lehet, hogy találsz kettőt, mondjuk a 100-200 közül, ami számodra hasznos. Miért? Mert az asztal általában arra való sok embernek, hogy oda ikonokat rakjon ki, ami nagyon jó dolog, és a háttérképpel babráljon. Pedig az asztal egy munkaeszköz, azaz, hogyha kiteszel egy olyan plazmoidot, olyan eszközt, ami a munkádat segíti, akár jegyzetelés, akár kijelzés, akár egyéb okán, akkor a te munkád hatékonyabb lesz. Tehát sokszor előfordul az, hogy egy háttérkép tartó valaminek tekintenek az emberek az asztalra, és az legyen teljesen üres. Ez is szép és hasznos, ha neked ez megfelel, de én úgy gondolom, legalábbis jelen pillanatban, hogy az asztalra elhelyezett dolgok segíthetnek nekem a működésbe, a munkákba. Itt is igaz, amit állandóan mondok, ne vigyük túlzásba. Miért ne vigyük túlzásba? Mert nagyon jók a plazmoidok, nagyon jók ezek az asztali elemek, de hogyha 101-et fölgyömöszölsz a monitorodra, az asztalodra, akkor nem fogsz semmit megtalálni, nem tölti be azt a funkciót, amire készült, azaz a te munkád segítségére. Nézzük is meg, hogyan működnek a plazmoidok. A plazmoidok, azaz az asztali kütyük, ahogy én hívom, így néznek ki. Ő például egy teendők listát ad, semmi mást. Ezek a plazmoidok jellemzően egy funkcióra készültek, egyetlen egy feladatot látnak el. Azaz, nézzük meg, teendők, itt pedig az asztalváltó eszköz van, amit lehet használni, azaz, hogyha fogom ezt a kis programocskát, át tudom ide húzni, majd utána vissza tudom húzni a másik monitorra, de hogyha olyan kedvem van, át tudom tenni egy másik, harmadik vagy negyedik olyan asztali felületre, asztalra, virtuális asztalra, ami nekem kell. Azaz ezek a kütyük kényelmesen használhatóak, a céljukat betöltik. Hogyan lehet ehhez hozzájutni? Első gondolat az, hogy asztal. Az asztallal kapcsolatos dolgok, jobb klik az asztalon, semmi egyebet nem kell tenni, megkeressük a felületi elemek hozzáadása. Az Alt D és az A betű egymás után való megnyomása, az adja, hogy ez előkerüljön ez a panel, előkerül a panel, és utána nagyon kényelmes, akár jobb klik, és megkeresed, akár gyors billentyűvel elérheted. Lehet látni, hogy a elemekből alapértelmezettségben sok van. Kiválasztod, ami neked kell, és utána felrakod az asztalra. Hogyan történik ez? Logikus egyébként a felépítése, nem kell ezzel olyan nagy gondolatot tenni, igazából elismétlem azt, amit mindenki tud, de hogyan kell? Kiválasztod a digitális órát, és ráhúzod, és oda elhelyezed, ahol akarod. Ennyi. Gyakorlatilag nagyon kényelmes dolog, igaz? Oda teszed, ahova akarod, és utána ott marad, és ellátja a feladatát. A következő gondolat, van keresési lehetőség, értelemszerűen van keresési lehetőség mindenben, manapság már keresni nagyon egyszerűen lehet, kikeresheted azt a plazmoidot, ami neked tetszik. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag előfordul az, hogy valakinek másfajta kell, mint amit alapból beletettek. Ennek az egyetlen és nagyon kényelmes megoldása az, hogy az új widgetek letöltésére kattintunk, új plazmaelemek letöltése telepítés helyi fájlból.
azaz le tudod tölteni a plazmaidot a központi szerverről, a honlapról, amit már ismerünk, illetve lehet olyan, hogy nem kerül oda fel, hanem letölthető állományt kapsz egy-egy honlapon, és azt letöltöd és elindítod. Logikusan első körben az új plazmaelemek telepítése, letöltése módszert használjuk. Miért? Mert az a hivatalos. Itt nem kell telepítened idézőjelbe, fájt, rábögsz, akkor telepíti. Persze az is ilyen egyszerű, hanem kiválasztod, amíg kell. Az én gondolatom, az első gondolatom természetesen az, hogy keresünk egy olyat, ami például időjárás, és nem találunk, akkor legyen var, és ennyi. Kijelzi azokat az időjárás és hasonló témakörben, amiben szerepel ez a szó, amire szükségünk lehet, telepíthetünk is egy akármilyen event, kalendár, hát nézzük is meg, nem kell telepíteni, hogy meg tudja nézni Rockbox a részletekre, honlap és egyéb helyeket megtalál GitHub oldal. Gyakorlatilag a lényeg igazából számunkra az, hogy így néz ki, tetszik. Hát eldöntheted, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik, nézegethetsz képeket, annyi kép van, amennyit adnak, és a honlapra is oda tudunk navigálni. Így néz ki a honlap, ez a hivatalos elhelyezése ezeknek a plazmaidoknak, itt lehet keresni egyébként, itt is kereshetsz, és a fájl letöltésével le tudod tölteni, el tudod olvasni, hogy milyen változások voltak, értékelések, vélemények. Én azt mondom, hogy az értékelések, véleményeket érdemes megnézni, de igazából nem feltétlenül teljesen igaz, amit leírnak. Azaz előfordulhat, hogy valakinek nem megy, neked megy. Agyon dicsőrik, neked nem megy. Azaz elolvassuk, amit tetszik, letöltjük, ha szeretnénk a fájlokat. Letölteni a csomagot, letölteni, vagy pedig telepítjük. A telepítés sem olyan nagy dolog, a telepítéssel bökünk, és telepíteni fogja. Eltávolítás? Hát nyilván nem akarjuk eltávolítani, bezárjuk, ha be akarjuk zárni. Oké, és hogyan tovább? Nyilvánvalóan nem automatikusan rakja föl magát az asztalodra, hanem rákattintasz, jobb egérgomb, ezt már ismerjük, vagy az Alt D, majd az A megnyomásával, és kikeressük, amit feltettünk, var, és itt is van. Nem rá kattintasz, hanem idehúzod. Oké, tehát egy kicsit fura, mert általában kattintgatásokkal szoktuk elérni azt a dolgot, hogy valami feltelepüljön, de rá tudjuk húzni. Oké, ráhúztuk, működik, nincs beállítva, nem is fogjuk ezt beállítani, ennek a beállítása azért nem egy olyan, amire rábökök, aztán itt nyomok, ott nyomok, oda kell egy kicsit rá figyelni, de gyakorlatilag értelemszerűen látható valami feltelepült, ami számunkra fontos. Oké, hát most meg akarom fogni egérrel, és nem sikeredik. Ezt is mozgatni szeretném, és nem csinál semmit, maximum a naptárt előugrasza. Mi a teendő? Rákattintunk, és másolás a vágólapra. Biztos nem jó. Belépés a szerkesztő módba. Beléptünk a szerkesztő módba, ez a panel szerkesztési mód, gyakorlatilag azután, hogyha beléptél akármelyikbe, értelemszerűen a többit is tudod szerkeszteni, rámész, amit szerkeszteni szeretnél, mit lehet tenni, eltávolítani, ezt a nagy bumszlit eltávolítjuk, később be fogom állítani, látjuk, az elem eltávolítására kapunk egy értesítést, és vissza tudunk vonatni ilyen parancsokat. Most nem ezt szeretném, de ha véletlenül valamit eltüntetsz, nem kell rögtön pánikba esni, vissza tudod egy ideig vonatni, amíg be nem csukod ezt az ablakot. A következő gondolat, mi a beállítás, a digitális óra beállítása, rábögsz, és kapsz egy nagyjából a legtöbb plazmoidnál egyforma felületet, és beállítod, oké? Tehát láthatóan magyarul beszél, a legtöbb magyarul beszél, ami nem az jellemzően angolul, és beállítod a beállítás, akármilyen lehet, lehet kétsoros, háromsoros, vagy összetett, nagyon összetett, például teendők, ennek a beállítása nem annyira összetett, itt három darab lehetőség van, az alapbeállítás, illetve a gyors billentyű hozzáadása, illetve a névjegy, gyakorlatilag látható, hogy eltérő beállítási mennyiséget kapsz, be tudod állítani, azaz ennyi az egésznek a beállítása, beállítod, oké,
és mozgatni szeretnéd, megfogod és mozgatod, oda mozgatod az egérrel, ahova szeretnéd, illetve, hát értelemszerűen, a méretet is tudod változtatni, kis fogocskák vannak hozzá, logikusan bármelyik rajzprogram, az Inkscape egyéb pontosan így működik, be tudod állítani. Miben jobb ez, mint egyéb felületen lévő, mondjuk a Konki, ami éppen ugyanígy órát ki tud jelölni, annyiban, hogyha te valamit beállítottál, most a beállítást leveszem, beállítottál itt azért akárhova kattintva, üres asztalra kattintva, vagy ide kattintva megkapod a jobb egérgombos legördülő menüt az adott eszközre, a Konki kitakarja például ezt a területet az asztalon, ott nem tudsz kattintani. Ami érdekes, és beállítást megcsináljuk, igen, belépés a szerkesztő módba, van itt ilyen kis forgatás felirat is, a forgatásra rákattintva forgatni tudjuk a plazmoidunkat, ami nem mindig feltétlenül kényelmes, meg hasznos, de gyakorlatilag a forgatása, tehát nem csak a nagyítása, ide-oda tevése, illetve nyújtása és ilyesmire van lehetőség, hanem el is tudod forgatni. Logikusan nem ez az életünk legnagyobb dolga, hogy itt forgatni tudjuk. Ha pedig befejeztük, akkor rákattintunk ide. Még egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami lehet, hogy hasznos, lehet, hogy nem. Mi a következő gondolat? Oké, megnéztük ezt az órát, nagyon szép, alapesetben fel is volt telepítve, ráhúztuk, beállítottuk. Mi az, ami igazából nem jó, hogy nekem esetleg nem tetszik? Nekem esetleg nem tetszik, vagy esetleg egy másfajta teendők to-do listát szeretnék használni, akkor milyen lehetőségünk van? Felmegyünk az internetre, keresgélünk, oké, ennél egy picit fejlettebbre sikeredett a KDE Plasma, és rájöttek arra, hogy bizony alternatívákat is jó, hogyha kínálnak az embereknek. Én nagyon szeretem az alternatívákat. Miért? Mert át tudom nézni, hogy olyan programot keresek, ami nekem megfelel, alternatívák megjelenítése, és kilistázza azokat az óra, naptár, idővel kapcsolatos lehetőségeket, amik elérhetőek. Azaz, hogyha ő nem tetszik, akkor tudok másfajta órát is kijelölni, mondjuk itt a mutatós óra, és akkor váltás kapcsolat, megkapom a mutatós órát, és azt ugyanúgy be tudom állogatni, belépés a szerkesztő módba, hát az elég bumszli nagy az én véleményem szerint, bizony így sokkal jobban néz ki, és esetleg ha ide teszem, akkor az még jobb számomra. Azaz, nagyon kényelmesen, egyszerűen tudod használni a plazmaidokat, nagyon sok funkcióra, persze nem csak a to-do lista, meg időjárás, naptár, egyéb van, hanem rengeteg funkcióra vannak eszközök. Itt van az asztalváltó, ez is egy kényelmesen használható dolog. Fontos, hiszen több monitort használunk, több asztalt használok, és logikusan kényelmesen tudom mozgatni őt, ezt bezárjuk, hogy azért a működését is meglássuk, és idehozom ezt az eszközt, és látjátok a felvevő programot, átteszem a másik monitorra, átteszem a másik asztal, másik monitorjára ezt a programocskát. Ennyi, logikus, és amire figyelni érdemes, én ide rábökök, a plazmoid ott marad. Ha ide rábökök, tehát másik asztalt váltok, a plazmoid ott marad. Ahogy én váltogatom az asztalokat, velem mozdulnak, illetve ott maradnak a plazmoidok, külön asztal felületként működnek, azaz az összes adott monitorhoz tartozó virtuális asztalunk munkaterületenken meg fog jelenni. Nagyon kényelmes, igaz? Kényelmes és hasznos. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó plazmoid, asztali kütyű válogatást kívánok. Sziasztok, sziasztok!